Repülők, autók, tankok, ez mind az UFM arénában, természetesen nem életnagyságban. Ezúttal ugyanis a nagy türelmet, kitartást és precizitást gyakorló hobbi került előtérbe, mégpedig a makettezők mutathatták meg tudásukat a nemzetközi közönség előtt a hétvégén. Az idei, már 22. nemzetközi makett kiállítás és verseny minden rekordot megdöntött, ugyanis összesen 2471 makettet neveztek 801 versenyzőtől, akik a világ 33 országából érkeztek Moson-Magyaróvárra. Tajvanból, az Egyesült Államokból, Brazíliából is, Grönlandról is, hát természetesen a legtöbben európai országokból érkeztek. De nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egyre több orosz érkezik például. Van egy olyan kis csapat, aki az Uralon túlról indult el hozzánk, hogy bemutassa az ottani klubnak a dolgait. A versenyzők mellett természetesen az idei évben is szép számmal érkeztek kiállítók, akik standjukon keresztül mutatták be klubjaik munkáját. Az idei év különlegessége volt egy 3,5 méteres legóból készült Szent István hajó, valamint a hétvégén mutatták be a kínai makettező gyűjteményéből a Király Tigrist és a T-34/85-öst, amiknek különlegessége, hogy nem a megszokott méretarányokkal rendelkeznek, hanem egy 1:9-hez és 1:6-hoz méretarányú makettekről van szó. A versenyen évről évre vannak visszatérő makettezők is, akik nem először látogatnak el városunkba, hogy munkáikkal a szakértő zsűri előtt is bemutatkozzanak. Én már egész fiatal koromban elkezdtem, de csak abszolút hobbi szinten, és aztán utána idősebb korban már, olyan 50 éves koromban kerültem be a Bolyai klubba, és ott ismertem meg a komolyabb makettezést. Tehát ott már olyan szinten mutatták meg a fiúk nekem, amit itt is látható. Tehát versenyszinten. A makettezők munkáját aztán szakértő zsűri értékelte, akik több szempontot is figyelembe vettek az eredmények meghozatala előtt. A zsűri összetétele mindig nemzetközi. Tehát törekszünk arra, hogy minél nagyobb térséget fogjunk ebben kapcsolatosan össze. Ugye mindig a legjobb makettezéket hívjuk meg a zsűri munkájára, és hál' Istennek mondhatom, hogy a rendezvény nívója már olyan magas, amit köszönhetünk annak is, hogy a zsűri tagok is nagyon-nagyon-nagyon elismert makettezők, hogy nagyon sokan elfogadják a meghívásunkat. Tehát magának a rendezvények a nívóját is megmutatja, reklámozza tulajdonképpen. A hivatalos eredményeket aztán vasárnap délután hirdették ki, a kétnapos rendezvény zárásaként. A Moson-Magyaróvári Makettező Klub, az Önkormányzat és a Flash Nonprofit Kft. Szervezésében megrendezett nemzetközi makett kiállításon nem csak a makettezőkre gondoltak, ugyanis mindkét nap kézműves utcával, gasztroplaccal, a legkisebbeket pedig a gyerkőzkatlannal vertek, hogy minden korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbb programot. A nemzetközi verseny nagy sikerére való tekintettel pedig a tervek szerint jövőre is megrendezik az akkor már 23. nemzetközi makett kiállítást és versenyt.